halasi kórház nyitott az újdonságokra. Tegnap délután cukorbeteg gyerekeket és szüleiket hívtak meg egy karácsony előtti összejövetelre. A sok hasznos információ mellett nagy sikere volt Macinak, a terápiás kutyának. Elképzelhető, hogy a jövőben a barátságos Ebb rendszeres vendég lesz a kórházban. Maci elbűvölte a gyerekeket a halasi kórházban. A gazdájával egy éve dolgozik terápiás kutyaként a felsővárosi iskolában, ahol szép eredményeket érnek el, ám most a kórházban is bemutatkozott. Nagyon bízom benne, hogy egyre több egészségügyi intézmény nyit majd ez a téma felé. Kecskeméten már nagyon jól működik az onkológiai osztályon, a terápiás kutya már évek óta részt vesz a betegek életébe. Hát nagyon jó hatással van a betegekre, a hozzátartozókra is, tehát látogatási időben is nagyon jó, hogyha ott van a kiskutya, mert egy súlyosabb beteg és a hozzátartozók között mindjárt van egy kapocs, egy téma, van miről beszélgetni, valamint hát ugye az állat, a kutya nyugtatólag hat az emberre, az egészségesre is és a betegre is, főként a gyerekekre, de ugyanúgy igaz az a felnőttekre is. A terápiás kutyával elsőként cukorbeteg gyerekeknek tartottak foglalkozást a kórházban. Cukorbeteg gyerekeket hívtunk meg a kórházba, ők krónikus betegek, soha nem gyógyulnak meg, egy életen át kell őket kezelni, és egy életen át kell diétát tartaniuk, ezért gondoltuk fontosnak Balázsik főorvosnővel, hogy összegyűjjünk egy picit karácsony előtt, és tájékoztassuk őket az új lehetőségekről, illetve közösen ünnepeljünk egy picit. A halasi kórház nyitott az újdonságokra, állatterápiával kapcsolatban már több megkeresést is kapott az egészségügyi intézmény. Az épület adottságai miatt döntöttek az ebek mellett. Macinak nagy sikere volt már az első látogatáskor a gyerekek körében. Azért is választottuk a kutyát, mint terápiás állatot, mert azt gondolom, hogy a kisgyerekeknek a gyógyulásában ez egy nagyon hatékony módszer tud lenni. Az országban már van néhány hely, ahol bevetettek hasonló élőlényt, és nagyon pozitív tapasztalatok vannak. Egy erős kötődés alakul ki a gyerekek részéről, olyan pozitív energia hozadéka van, ami a gyógyuláson abszolút segítség és meggyorsítja a kezelést, hatékonyabban terelhetőek a kisgyermekek. A kórházban még kidolgozzák a feltételeket, és elképzelhető, hogy a jövőben Maci, a terápiás kutya és gazdája rendszeres vendégek lesznek az intézményben és a gyermekosztályon. Marad! Marad! Marad!